337 és 19 év közötti fiatal futballozik a Nyíregyháza Spartacus Bozsik Akadémia színeiben. Az intézmény célja az, hogy ne csak futballistákat, hanem embereket is neveljen, és közülük minél több fiatal kapjon szerepet a Spari felnőtt csapatában. A keddi évzárón a labdarúgók mellett edzők, szülők, stábtagok voltak ott a Continental Arénában, ahol Kisbaranyi Sándor, az akadémia igazgatója elmondta, idén 7 játékos kapott profi szerződést a Nyíregyháza Spartacustól, ami jó visszaigazolása a tavasz megkezdett munkának. A legfontosabb, hogy amit erre az évre terveztünk, azt elvégeztük. Az, hogy milyen eredménnyel az utánpótlás képzésben hosszú távon fog majd kiderülni. Ezt a mai napot arra szántuk, hogy egy picit megálljunk, és elismerjük azokat a teljesítményeket, amelyek az évben akár a kollégáink részéről, akár a játékosaink részéről kiemelkedőek voltak. Én bizakodó vagyok, hiszen elvégeztük, amit szerettünk volna, és várjuk a következő évi kihívásokat. Az évzárón ott volt a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségi tagja, Nyilasi Tibor is, aki már nagyon várja, hogy nemzetközi klasszisok kerüljenek ki az akadémiákról. Az infrastruktúra rendben van szerintem. A gyerekek méltó és kiváló körülmények között tudnak most már lassan az egész országban a futballal foglalkozni. Most már igazából azt várom, hogy ezekből az akadémiákból, vagy sportiskolákból, egyesületekből jöjjön ki egy-egy olyan tehetség, akik aztán egy olyan pályafutást járnak be, amely után elmondhatjuk, hogy a magyar futball ismét lábra kap. Tehát először Magyarországon, majd külföldön egy neves profi csapatban láthassunk tényleg egy igazi magyar gyereket. Hát várom türelmesen, de most már ideje lenne. A korábbi 70-szeres válogatott játékos szerint a gyerekek ma is szeretnek focizni, viszont mindenkinek alkalmazkodnia kell a megváltozott körülményekhez. Amikor én visszagondolok az én fiatalságon, akkor most mindig jajgatok, ezek az mi időnkben ez volt. Tudomásul kell venni, hogy a mi időnk lejárt, és ezek a fiatalok más körülmények között, más közegben másképp szocializálódnak, és hát ebbe kell őket segíteni. Szóval a siránkozásból elég, inkább ezeket gyerekeket inspirálni kell, és nagyon szeretnek futballozni. És nagyon szeretnének olyan edzőkkel dolgozni, akik hitet adnak nekik, akik a szakmaiságban segítenek nekik, akik révére tudnak jutni oda, ahova szeretnének. Az évzáron díjakat vertek át a legjobban teljesítő játékosok, a legeredményesebb edzők, valamint jó tanuló, jó sportoló elismerést kaptak az arra érdemes fiatal futballisták.